Január utolsó hetében rendezték meg az Európai Méhnyakrák Szövetség kezdeményezésére a 11. Európai Méhnyakrák Megelőzési Hetet. Ez alkalommal a Májva Virág Alapítvány idén is közös akcióra hívta Magyarországot, melyhez az Alapellátás Fejlesztési Modell Program Jászapáti Praxis Közösségének szervezésében Jászapátin már 3 éve rendeznek hasonló rendezvényeket. Idén ismeretterjesztő előadásokkal, életmód tanácsokkal készültek a szervezők. Figyelemfelhívó kiállítás fogadta múlt héten a Pályér Antal Művelődési Házba látogatókat. A 11. Európai Méhnyakrák Megelőzési Héten egészségnapot szervezett a Jászapáti Praxis Közösség, melynek fő témája a méhnyakrák elleni küzdelem volt. Arra kérek mindenkit, minden jelenlévőt és a környezetükben élőt önök által, hogy kapacitálják arra az ifjú hölgyeket, hogy adassák a védőoltást és vegyenek részt megfelelő gyakorisággal a szűrésen. Mert, ahogyan mondtam, a családnak az összetartó ereje önökben van, és nem szeretné senki, hogy a család egyre kevesebb hővel létezzen tovább. A rendezvényt Farkas Ferenc polgármester nyitotta meg, felhívva a figyelmet a nők család összetartó szerepére, illetve arra, hogy ma már egyetlen nőnek sem kellene méhnyakrákban meghalnia, hiszen ez a rosszindulatú, daganatos betegség védőoltással és rendszeres szűréssel megelőzhető. Idén 2017. január 22-től 28-áig szervezik meg a 11. Európai Méhnyakrák Megelőzési Hetet. Ehhez a Jászapáti Praxis Közösség idén már 3. éve csatlakozik. Évente 1500 új méhnyakrákos esetet diagnosztizálnak Magyarországon, és bár ez a betegség védőoltással, HPV elleni védőoltással megelőzhető lenne, rendszeres méhnyakszűréssel pedig időben felismerhető, mégis több mint 400 nőt veszítünk el ebben a betegségben. Hogy miért pont a méhnyakrák? Ez a betegség sajnos a fiatalokat is veszélyezteti. A 45 éven aluli nők körében ez a 2. leggyakoribb rák. Magyarországon minden évben több mint 1000 nőnél diagnosztizálnak méhnyakrákot, és közel 400 édesanyát, feleséget, nőt veszítünk el miatta. Ők többnyire 35-65 év közöttiek, akiket családja köréből szakít ki a betegség. Hogy ahhoz, hogy az egészet, az egészséget megőrizzük, megtartsuk, ahhoz mindenkinek a saját kezébe kell lennie a sorsát. A méhnyakrák elleni küzdelem mellett szintén kiemelt téma volt az egészséges életmód és az egészséges tudat. Ez utóbbiról tartott előadást Farádi Zoltán házi orvos. Vegyük saját kezünkbe a sorsunkat, ne várjunk kívülről, hogy megváltoztatják majd a világunkat. A saját világunkért mi vagyunk a felelősek. Mi döntéseink okozzák azokat az élethelyzeteket vagy betegségeket, amelyek előfordulnak az életünkben. Hogyha ezeket döntéseinket tudjuk előidézni, akkor értelemszerűen elő tudjuk idézni ennek az ellenkezőjét is. Ez irányba az első lépés, ha elkezdjük elfogadni és szeretni önmagunkat. El kell kezdeni saját magunkat szeretni. Időt, energiát kell fordítsunk saját magunkra, egy picit a belsőnkre és ne csak a külsőnkre. Tehát ne csak a testtel foglalkozzunk a lélekkel. Tápláljuk ezt a csodálatos lényt, amik vagyunk, mert nem csak a testünkből vagyunk, ez biztos. A számos szemléletformáló előadás mellett az egészségnapon májva színű gyöngyöt fűztek, mely a méhnyakrák elleni küzdelmet szimbolizálja, és az elkészült karkötőket a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház nőgyógyászati osztályának ajánlottak fel, hogy a műtét előtt vagy utánálló méhnyakrákos betegeknek átadják azokat, jelképezve ezzel, hogy az adott település kiáll értük, segít nekik, és nincsenek egyedül. Köszönöm.